fiatal volt. Igazán csinos. Ha befejeztétek a költözést, biztos nagyon jól fog kinézni. Rengeteget dolgoztunk anyában, még ennyire jutottunk. Pillanat! Halló, bíglakás! Nem. Kérem, a kárnevál 3 napja elköltözött. Azt nem tudom, de én elmentek. Viszont hallásra! Naponta 50-szer keresik itt a kárnevált. Kárnevál? Az meg micsoda? Kárnevál. Könyvnyomatokat árusító és népszerűsítő vállalat. Tudod, az a kártérnek itt volt a lakásban. Könyvnyomat, szitanyomás, poszter. Tudod, ilyesmikkel foglalkozik. De te úgyse tudhatod, hogy mi az. Igazad van. Én tényleg nem tudom. Én most jöttem le a falvédőről. De így, hogy kész a lakás, most már jöhet a kiskutya, ugye? Milyen kiskutya? Hát az én buksimnak 2 hete születtek kölykei. Jó, édes vagy, Erzsikém, de ez a kívánságom már teljesült. Amikor Veszprémben tanultam, kaptam egy kis tacskót. Tacskót kaptál? Kitől? Nem tudom, hogy hívják az illetőt, de egy helyi zsát. És hol van a kutya? Veszprémben hagytam a főbérlőmnél, és megbeszéltük, hogy ugye amelyik nem lesz szabad, tiszt, addig ő neveli. És képzeld, most kaptam tőle levelet, hogy szépen fejlődik a kicsi, és már kéreckedik. Akkor most már el is hozhatod. Igen, jövő héten leutazom érte, de addig nem mondom meg anyáiknak, hadd legyenek meg megve. Biztos nagyon fognak neki örülni. De nincs kedved elmenni velem? De, persze, majd csapunk egy jó kis bulit. Jó, úgy is tudok Veszprémben csomó jó helyet, majd még megbeszéljük. Rendben. Berecskám, nagyon szívesen segítenék még pakolni, rendezkedni, de nekem most mennem kell, mert rengeteg dolgom van, még ki kell vasarnom az egyenruhámat is, és még 2 dolgozatra is kell tanulnom, szóval sietek. Jó, van, lekísérlek. Úgyis meg kell nézni, melyik a pincén. Rengeteg holmink van, el sem tudod képzelni. Vera! Hol vagy már? Vera! Most merre van? Azt előbbintól. Vera! Lement a pince miatt. Mit akarsz tőle? És miért vagy ilyen inger? Hogy miért vagyok ingerülő? Nevetnem kell. Akkor neves, addig legalább nem. Hogy te ordítom, sőt nem ordítom. Üvöltök! Üvölts, én addig ti megyek. Ne figyelj, Jolán! Ne érdezz fel bennem az alvó oroszlát! Hogy tudna egy oroszlán aludni, mikor te egyfolytában üvölts? Ne figyelj, Jolán! Ne humorizálj! Ne humorizálj, mert rögtön elrak ma saját fejünkbe. Adnál neked jobb ízlésed van. Igazán érdekelne, hogy miért vagy ilyen puskaporos hangulat. Jolán, figyelj, ülj le! Tessék! Tudsz te őszinte lenni? Azt hiszem... Mi az, hogy azt hiszed? Mi az, hogy azt hiszed? Ne idegeskedj! Mondd el, miről van szó. Tudsz róla, hogy a te kis egyetlen szemű lánykádnak gyermeke van? Mi van? Gyermeke. Kicsinye. Kisdede. Ivadéka. Ivadéka? Az én lányomnak. Honnan szeded ezt az ostobaságot? Mi az, hogy honnan szeded? Mi az, hogy honnan szeded? Most inkább az a fontos, hogy... Jól át tudsz te olvasni? Azt hiszem. Azt hiszem akkor. Tessék. Olvasd. Kedves kisasszony, örömmel értesítem, hogy a kicsi már szépen fejlődik. Már legtöbbször kikéreckedik, most már csak ritkán fordul elő, hogy bent végzi el. Bent végzi el, ott van! Azt hiszem, most már nyugodtan hazaviheti a kisasszony. Nagyon aranyos kis tacskó. A kisasszony azért járt hónapokig Veszprémbe tanulni, hogy világra hozza a kis aranyost. Ez elképesztő. Hol találtad ezt a levelet? Mi az, hogy hol találtam? Most nem az a fontos, hogy hol találtam, hanem inkább az, hogy mit szólsz a lányodhoz. A te hiszende lánykádhoz. Miért mondod, hogy az én lányom? Azt hiszem, a tiéd is. Azt hiszed? Ezt a lányt le se tudod csodagadni. Sajnos teljesen olyan, mint te vagy. Mi az, hogy sajnos? És mi az, hogy olyan? Tudtom már, és soha életemben nem mentem el Veszprémbe gyereket világra hozni. Én ezt el fogom intézni. Vedd fel a telefont.
Hello, még lakás. Igen. Nem Carnival. Nem Carnival. Carnival az nincs itt. Az már elköltözött. Három napja, igen. Hogy hova? A temetőbe! Fene egyen meg, meddig fogják még itt keresni ezt a nyavajás hivatalt? Már csak ez hiányzott nekem, ez a Carnival. Emiatt nem kell idegeskedni. Örülj neki, hogy az irodából lakásokat csinál. Persze, persze, hát én annyira boldog vagyok. Én olyan boldog vagyok, hogy ebből az irodából csináltak egy szép kis lakást, és ez a lakás a miénk lett, és majd a kicsi így bent végzi el. Hát én annyira boldog vagyok. Na, de ide figyelj. Én kijelentem neked. Csönd! Halló! Nem Carnival. Nem Carnival, nincs Carnival. Carnival meghalt. A fene egye meg, meddig fogják még itt keresni ezt a nyavajás hivatal. Már csak ez hiányzott nekem, ez a Carnival. Meg ez a gyerek. Lajos. Már más lány is hozott gyereket a világra. Hát újítási jutalom nem jár érte, az biztos. De hát a lányokról van szó. Vagy nem, úgy is szerettünk volna egy kis unokát. De nem olyat, ami nincs megtervezve. Hát nem tudod várni néhány évig, amíg meg lesz az esküvője? Mert ez a vőlegény. A vőlegény is megkapja tőlem a magáét? Elintéztem a pincét, most már rendben van az is. Mi van rendben? A pince. Hát a pince az lehet, hogy rendben van, de ez! Ez nincs rendben! Nyugalom, Lajos, nyugalom! Ne nyugtass, te engem ne nyugtass, mert ha nyugtatsz, még jobban ideges leszek, és akkor engem megint a guta! A guta még ráér, előbb ráintézzel. Nem értem, miről van szó, mi ez a levél? Mi ez? Veszprémben. Az aranyos már kikéreckedik. Már szépen fejlődik a kis tácskorok. Hát megtaláltad a levelet? Kislányom, te ezt ilyen nevetve kérdezed, nem is vagy megijedve. Miért lennék megijedve? Mi rossz van ebben? A te lányod. Teljesen olyan, mint a kérdezem. Teljesen. Lajos, te szemtelenkedj. Te pedig szégyeld magad. Miért szégyeljem magam? Én csak nektek akartam meglepetés szerelni. Meglepetést akartam szerelni. Sikerült, alaposan meglepődtünk. Azért csináltam, hogy örüljetek. Hogy örüljünk. Nem is tudom, mit mondja. Te így beszélsz erről. Hát hogy beszéljek? Nem is tudom, hogy tízet ragudni fogtok. Á, de hogy én örömömben legszívesebben kiugrálnék a bőrömből. Csak szórakozottságomban nem mondtam, hogy ihajcsuhaj vagy helyre ütjütjú. De már a vőlegényednek is megmondja majd a magáét. A vőlegényemnek? A Pistának semmi köze hozzá. Nincs oda hozzá. Hát nem a vőlegényedből van a kicsi. Nem is tudom. Hallom, nem is tudom. Azt mondom meg, hogy kitől van. Valami Sonyi? Ez iszonyatos! Mi van ebben iszonyatos? Hát most álljak oda kérdezősködni a családfájunkat! Hát nem érdekel, hogy kicsoda vagy micsoda! Ez a gyerek megoldult. Akkor kérlek, miért nem lehet volna kérdezősködni? Nekem csak az volt a fontos, hogy teljesítette a kérésemet. Kérted? Hát persze, hát én mentem oda hozzá. Ő ment oda hozzá, hallom. Neked volt igazad, ez a szegény gyerek tényleg. Mit kellett ezt csinálni? Ha nem kell, ott vagyok Veszprémbe. Hogy ott vagyok? Megérjük valaki asszonynak, akinél van, hogy adja oda valakinek. Hát ilyetzen nem értetek egyet. Engem az se érdekel. Most pedig megyek és megírom neki rögtön. Halló. Lajos, az lenne a legjobb, ha mi írnánk annak az asszonynak egy levelet. Azonnal hozzá ide azt. Okos. Itt a feladom még milyen szerencse. Vegyek meg, fogalmazunk egy levelet, és elsőbségűvel feladom. Hát mégiscsak a mi unokánk. Lajos, látom, hogy mégiscsak passzív ez. Jó napot kívánok! Van itt valaki? Jó napot kívánok! Úgy látszik, nincs itt senki. Úgy néz ki, hogy szobán kívül van. Micsoda szép hivatal. Vidéken nem igen látni ezt. El se így nézett ki amúgy, hogy valószínűleg átrendezték. Á, az náluk is folytóban. Á, pakoláztak, meg rendezkednek. Nagyon szépek ezek a képek, hogy útodak. Aztán ilyesmit töltik az állampénzét. Egy, ez a pár nem áll. Kettő. Nagyon előkelő vállalat. Látszott az üzletkötő, akivel múltkor beszéltem.
És elmondta nekik pontosan, miről van szó. Igen, megmondtam nekik, hogy magának van nagyon sok pósztere, ami kicsi gyerekeket ábrázol. Helyes, helyes. Ez a lényeg az egészben, ez a lényeg. Rá is van nyomtatva az aljára, hogy a gyermek. Szia. Igen, azt is megmondtam nekik. A gyermek. Kedves, nem azért mondom, mert az én művem, de hát ilyen, ilyen gyönyörű posztereket az egész országban nem lehet kapni. Mert hát ami egy kitűnő anyagból van, hány nő meglátja, az mind könyörök, hogy csinálják meg egy ugyanolyan. Meg hát ez a kis mosolygós gyerekpofa rajta. Ne engem a gitáljon, majd az üzletkötőnek magyarázom. Én biztos vagyok benne, hogy át fogják venni terjesztésre. Hát a legkitűnőbb munkám, kérem. Mondjuk ennél már csak egy jobb poszterem van, a kutya! Kutya? De az mondjuk ilyen irodákban nem passzol, ugye? Hát igen. Hát nekem nincs időm megvárni, hogy ráhasz a dolgot. Én megszállnám a szállt? A Novotelben hagytam, ahol mi volt. Én figyelj, holnap magáért megyek ötre. Ne felejtsen el. Jó, jó, rendben van. Minden jó. Minden, köszönöm, hogy, hogy elkísérjük ide, és ha lesz üzlet, akkor majd lesz. Nagyon szép ez a hivatal. Csodálkozok, hogy ilyen sokáig nem jön ide semmi. Rögtön feladom, megyek a postára. Na végre! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kihez van szerencsét? Hát én vidékről érkeztem, nem is tudom, hogy kivel kell tárgyalnom a gyermek miatt. Igen, kérem, biztos tetszett már hallani róla. Persze. Milyen minőségben érkezett? Hogy milyen minőség. A gyerek az én művem. A maga műve. A legsikerülőbb alkotás. Nekem ne hencegjél vele. Uram, ez nem hencegés. A hány nő meglátod, könyörök, hogy csináljuk neki. Pont egy ilyen fognak könyörögni. Miért kérem? De én is csinálom, hogy a lócsod. Ingyen adja? Ebből élet kérem. Szép is foglalkozik. És maga ezt ilyen nyíltan bevallja? Miért tagadna? Nekem engedélyen van a hivatalban. Mitől? Mondom, a hivataltól. Te egy kereskedés egyéni vállalkozó, hogy én adót fizetek utána. Adok? Adok. Én tudom, hogy az adó hivatal nem válogat. Ezért? Az emberek megáll a teszem. Kérem, alkalmazottak nélkül. Egyes-egyedül dolgozom, én minden egyes darabot magam csinálom. Szép magától, de mással csinálom. Meglátja a gyermeket. Oda lesz a édesnek, aranyos. Aranyos? Aranyos. Hát, őszintén szóval már nagyon szeretném látni a gyermeket. Magával hozta? Elhoztam, csak most nincs itt velem, mert a szállodába hagytam a bőrömmel. Háladában a bőrömben. Bőrömben? Bőrömben tartja a gyermeket? Kérem, én mindig a bőrömben hordom. Igen. Igen. Ide figyeljen. Maga azonnal elmegy a szállodába. Igen. És azonnal ide hozza a gyermeket. Hát akkor át tetszenek venni terjesztéssel, ugye? Mi az, hogy terjesztéssel? Gondoltam, hogy majd ilyen szorlapokat nyugtatok, meg hitetéseket adnak fel, hogy én ezt minden mennyiségben vállalom. Hagyjanak már ezt a hülyéskedést, és hagyjanak, kérem, jó? Ide figyelj, átveszem a gyermeket. Nagyszerű. De van egy szigorú kikötésem. És mégis mi lenne az a kikötés? Maga a lányomat azonnal el fogja venni feleségül. Aha. Én már nagyon sok formát hallottam a korrupciónak, de... Ramaszkodom, hogy a lányomat elvegye feleségül. Hát az nagyon nehéz lesz. Ugyanis én nős ember vagyok. Nős? Igen, kérem, nős vagyok. Csak ijeszti kell csinál? Hát de hogy lesz, de kérem? Attól én még igazán nős lehetek. És ahol mit szólna a felesége meg tudna, hogy maga ijesmikkel foglalkozni? Mi azt mondta, meg tudna? Hát tudja. No, a lakásban csinálok mindent. Lakás. A lakás. Felesége előtt. Felesége előtt. Otthon! Ő mondta, hogy csináljam otthon! Mondta is nekem, hogy ide figyelj, Nándi! Ezért máshol igazán kár bért fizetni, meg hát
Ott van a legkényelmesebb, nem? Jó lány, gyere be! Gyere be, oda néz! Nézek! Oda néz! Nézek! Tudod ki ez? Tudod ki ez? Nem! A gyermek apja! Micsoda ez? Igen, kérem, a gyermek az én alkotásom! Rettenetes! Egy ilyen alak! Mi az, hogy rettenes? Miért az ilyen alak? Hát nekem elege van az egész tárgyalásban. Ha tessenek már előtte, hogy átveszik a gyereket, vagy nem veszik át? Hallod, így beszél róla, hogy átveszed, vagy nem veszed. És bőrömben tartja a szállodában, bőrömben! Bőrömben? A bőrömben rendesen össze van hajtogatva! Elájulok! Azért még jól eltetszen állni, hogy nyilatkozzanak, hanem átveszik a gyereket, vagy vigyen máshová. Máshová? Az unokában? Mi az, hogy az unokáját? Ebből elég nem bírom tovább, ezt nem így fogjuk megbeszélni. Vera! Nagyon előkelő hivatal, én nagyon csodálkozom, hogy így várok itt az ügyféllel. Maga csodálkozik? Na! Én legszívesebben kikaparnám a szemét! Az én szememet, a fiét! Még kérdezi? A két kezemmel tudnám megfojtani! Ez nem normális, egy őrült. Ilyen alkalmazod egy ilyen irodában? Gyere! Na itt van, most megnézheted, na? Ő az! Nem ismerem meg. Hogy nem ismered meg? Hát már sötét este volt. Sötét! Valahogy neked az idegen a csalak. Hogy neki is idegen? Kaszember! Csinte fogom! Hogy beszél maga vele? Nincs jogotok így beszélni vele. Ő csak jót akart nekem, és én hálással megköszöntem. De így kicsősz meg. Na jó, ebben az egészben most már eleget van, jó? Eleget van. Mondják meg, hol az igazgató, majd kirúgatom magukat. Igazgató? Igen, kérem. Maga kiről beszél? Hát a kárnyalás igazgatójára. Nekem itt valami nem stimmel. Lehet, hogy itt valami nem stimmel. Maga a hivatalt keresi? Igen, a kárnyalás. Majd én megmondom nekik, hogy vannak itt az ügyféllel. Az elköltözött, most mi lakunk ki. Vera, akkor lehet, hogy nem ő a gyereked apja. Miféle gyerekem? Hát akit Veszprémben neveltek. Az nem gyerek, az egy kutya. Kutya? Hát akkor maga meg mit keresi? Magának mi köze van ehhez az egészhez? Hogy mi köze van hozzá? Én csináltam a kutyát, és...